semmilyen vezetett edzést nem tudtunk végezni. Ráadásul ugye a judo az partnerigényes sport, szóval érdemileg judozni főleg nem tudtunk, mert mindenki otthon volt egyedül, úgyhogy Gábor az edzünk mindenkinek írt otthonra egy viszonylag változatos, mégis nehéz, de hát ilyen arany középutas programot, hogy tisztában volt az, hogy senki nem fogja magát otthon törni, szóval nem fogunk egy hegyet arrébb hordani, mert azért ez szerintem mentálisan mégiscsak egy nagy falat lenne. És én ezt nagyjából egy hétig is bírtam csinálni. Ezzel alatt nem azt értem, hogy abba hagytam, hanem nekem már eleve kellett egy kis szín, úgy éreztem az életemben, kicsit melegem volt, ugye a rutint azt én pont azt nem igazán szeretem, szeretem az új dolgokat, és nagyjából ezek is tartják bennem a lendületet, szóval fogtam magam is, én Érdel lakok, és Szászhalombattán van nagyobb ismerettségem, oda születtem, és körbe kérdeztem pár embert, hogy tud-e valami munkát. És el is mentem dolgozni már a rákövetkezendő héten hétfőn, szóval pont egy hetet voltam otthon csinálni az edzésprogramot, és az első munkára azt mondtam, hogy jó, mert most mit válogassak, meg teljesen mindegy, igazából egy gumis műhelyben dolgoztam. Meglepően nagyon kemény volt egyébként, szóval egész nap fizikai munka, ezek a kerekek is nehezek, meg új közeg, be kellett szokni, szocializálódni, meg hát minden új volt. Szóval feltöltött ez az egész, fizikálisan elég kimerítő volt, elég koszos is voltam minden este. Ez amúgy napi 10 óra munkát jelentett, szombaton még 5-öt, és így a napok végén csinálgattam meg azokat a feladatokat, amiket írt a Gábor. Ami elsőre lehet, hogy úgy hangozhat, hogy ez így még plusz-plusz teher, de valójában én úgy éltem meg, hogy a nap végén úgymond van egy kis jutalom, egy kis hazai, egy kis megszokott az egész napos fejetlenség után. És nekem ez elég nagy lendületet is adott, így el is szállt ez az időszak, pikpak. Maradt ugye egy nagyobb űr, a versenyek. Na hát igen, azok a mérföldkövek, amikért alapvetően szerintem a magamfajta sportolók sportolnak ilyen szinten, teszik bele a munkát, hiszen azt kétlem, hogy valaki azért megy le heti 10 edzésre, hogy majd a strandon jól nézzen ki, mert ez azért kicsit túlzás lenne, de azok még ugye sorra maradtak el. Ez kicsit a csapaton úgy, én úgy vettem észre a csapaton is, hogy magam, és hogy ez kicsit így, mint hogyha így visszahúzta volna a gyeplőt az egészen. De hál' Istennek, ezt Gábor is észrevette, és belekezdtünk teljesen, hát számomra random és új dolgokba, amik olyan szinten felrázták a csapatot. Gondolok itt, mi voltunk strand rugby bajnokságon, ahol másodikak is lettünk. Ugye mi egyéni sportolók vagyunk, nem szoktuk meg ezt az egymásért küzdést, ezt a nagy csapat feelinget, aztán ráadásul ez a rögbi elég hát agresszívnak mondható sport, és akkor ott mindenki kiáll mindenkiért, és ez így olyan adrenalinnal töltött fel az a verseny mindenkit, hogy nem is hagytuk abba egyébként, a mai napig járunk rögbizgetni, és egy páran le is igazoltunk, így hobbi szinten segítünk a szászhalombattai buldogoknak tevékenykedni, valamint voltunk egy ilyen spártárész pályán is, ami én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen kemény, szóval ahogy én nézegettem, hogy hú, át kell ugrani ezt a balánkot, meg el kell húzni azt is, ezt, az így egyszer valóban nem nehéz, de hát az a pálya nem 50 méter hosszú, szóval az is, abból is csináltunk egy nagy csapatversenyt, szóval így megcsináltuk magunknak a versenyszituációkat, kicsit kreatívabban szerintem, mint hogy online iragadtuk, hogy most ki hány gugolást tudott csinálni, mert az a mi társaságunknál szerintem veszett fejszényre lett volna, de ez így, mi nagyon jól tudtuk abszolválni ezt az időszakot. Több dimenziós, ez most így kiderült számomra is, mert szerintem minden sportoló kicsit burokban él, hogy az életünk azért több dimenziós, nem csak a judóba lehet jó az ember, hanem
ez a sok sportág, ez a kis munka, ez így mind kicsit megmutatja, hogy amúgy az életnek még van 1 millió másik oldala, amire eddig még nem volt időnk, most meg volt, és hát szerintem tök szép, és ez nem feltétlenül rossz dolog, hogy most ezzel kellett foglalkozni, hiszen azzal kell, amivel lehet. Nincs más hátra, mint előre, szóval akkor csinálom otthon. Hál' Istennek így legalább nem kell utazni. Szóval én láttam ennek a pozitív oldalát, hogy ez nem feltétlenül akkora hátrány, mint amekkorának tűnik. Mert ez egy elég mély pont szerintem egy sportolónak, amikor tényleg üres lesz az élete. Mert nem olyan sok dologból áll azért a mi életünk, szóval edzünk, pihenünk, edzünk, esetleg iskolába járunk, és akkor így nagyjából szigorúan véve ennyi. És hogyha ez nincs, akkor kell egy kis kreativitás. És amikor jött ez a munkadolog, az lobbantotta bennem újra a tüzet. Egyik héten úgy volt, hogy lesz verseny, másik héten úgy volt, hogy biztos, hogy nem. Ez engem igazság szerint annyira nem zavart, mert biztos volt benne, hogy előbb-utóbb lesz. És ha lesz, akkor meg minden munka, amit itt elvégzünk, értelmet nyer, szóval a pocsékba nem megy. Szintén nem a judóba kerestem. Hát lényegében a judóba, de nem az edzőterembe kerestem a kis motivációt. Inkább elkezdtem kicsit így bontogatni a kis edzői szárnyacskáimat. Kerestem módot arra, hogy tudnék kicsiknek, kovisoknak tartani judós foglalkozást. És ez két fronton elég hamar sikerült is szerencsére. Tök nagy mázlim is volt, meg így összeálltak a csillagok, szóval minden jó volt. És roppant nagy sikerélményt, amikor egy bukfencezni nem tudó kisemberke 3 hét után judógurulást csinál, azt így, és azt tudom, hogy azt én tettem a kis buksiába, ez számomra nagy sikerélmény volt. Így nem voltam annak se hiány. És ugye az edzések így elrepültek tulajdonképpen. Elmentem, hogy most már csak egyet kell edzeni, és vége a napnak. Így nem volt terhe az egésznek. Nem lett más, mint az előtt, csak felfogásban olyan volt, hogy most megérdemlek egy kis judót, lemegyek, megcsinálom, amit meg kell, este megint felkészülök a következő napi teendőkre, és akkor szintén judóval kezdem a napot, utána van az új rész, napközben úgymond a töltelék, mint a palacsintában is, amikor a közepébe érsz, ugye a legkakaósabb rész jön az a napnak, amikor a kicsikkel foglalkozok, el vagyunk, és haladunk az egésszel, így bontakozik ki valami, ami az én kezem gyümölcse, és de utána megint judózunk egy kicsit. Ez így nekem most nagyon bejön. Sokat, nagyon sokat tanultam magamról, ami nekem kifejezetten jól esik a szívemnek, hogy mindig egy kicsit ilyen akaratosnak akartam lenni, hogy minden áron el szeretnék érni valamit, nem alkalmazkodok semmihez. Aztán ez amúgy csak az én fejembe létezett, mert alapvetően nekem a judóm is az alkalmazkodás az nekem egy kifejezetten erős képességem, aminek a volumenét most úgy érzem, hogy megtanultam, hogy át tudok vészelni ezzel bármit, igazság szerint. A kreativitást, amit felfedeztem magamban ugyanezeknek a történések által, erre is úgy gondolom, hogy büszke lehetek, és csupa értékes emberrel tudtam találkozni, akiktől szintén sok mindent tudtam tanulni, és nem bármilyen meglepő, nem az edzőteremben találkoztam ezekkel az emberekkel, hanem a gumis műhelyben, ahol egy tök új arcát ismertem meg a világnak, hogy tök máshogy állnak a dolgokhoz az emberek, és én is úgy gondolom, hogy tudtam nekik adni abból, ahonnan én jöttem, és ők is sokat adtak abból, ahonnan ők jöttek, és így a kettőnk is tanulsága egy kifejezetten jó kis egyveleg lett szerintem. Többek között én ennek a munka tapasztalatnak köszönhetem azt, hogy tudom, hogy azért nem annyira rossz 4 órát kvázi dolgozni egy nap, amikor van, aki 10-et dolgozik, és hogyha egy sportoló sérült, akkor ugye rehabilitálják, elviszik a
a legjobb szakemberekhez, aztán akkor rávisz, ha egészséges. Most ott dolgozott egy olyan férfi, akinek a fogalmam sincs, mi lehetett a hátával, de néha csinálta olyat, hogy lehajolt, és nem tudott visszaegyenesedni. És akkor aznap végig szenvedte, este elment csontkovácshoz, másnap megint ott volt, mert ott kellett lennie. És ez szerintem egy olyan tanulság, még egy olyan akarat, amit szerintem bárki magáévá tehet, és belegondolhat egy hozzám hasonló sportoló, hogy azért elég jó dolgunk van. Van nyilván olyan példaképpen a judóban, nyilván van, akit így tök szívesen judóznék, mint ő. Egy japán judós, 73 kilós Ono Sohai-nek hívják, de mi nem igazán szeretnék amúgy így más lenni, vagy másnak a bőrébe bújni. Ilyen viszont van rengeteg. Kezdem azzal, akit legutóbb említettem, ez a férfi a gumisműhelyből. Ez az én szememben olyan méretekre nőtt ez az akarat, meg tudom, hogy ez nem feltétlen akarat kérdése, mert a szükség az viszonylag nagy úr, de hogy nem adja fel az ember is. A sportban szokták mondani, hogy itt a legnagyobb az akarat, meg ez az amaz, de a civil életben is azért kell. A mindennapi élethez is hatalmas akarat kell, amit szerintem mi sportolók is magunkévá tehetünk. Van csapattársam is, aki valamilyen szinten példakép, aki egy húzó ember ennek az egész társaságnak, hogyha ő jól edz, akkor jól edz mindenki, de hogyha ő rosszul, akkor szintén. Nyilván valamilyen szinten egy tanítványnak az edzője is példaképe. Nekem például Gábornak kifejezetten tetszenek a módszerei, a kreativitása, a hozzáállása ez az egészhez, hogy nem tankönyvből tanít, vagy abból veszi a... Nyilván azt veszi alapul, mindennek az alapja ugye az a tudás, amit ő is megszerzett, meg képzi magát, de alapvetően megpróbálja a saját képére formálni, a mi képünkre formálni, és nem földhöz ragadt, mert elvinni minket vízihokizni, hogy majd akkor ott tanuljuk meg a helyes légzést, mert elvinni minket rögbizni, hogy majd akkor ott egy olyan csapat kovácsolódik, mert kilépni a komfortzónából, sőt, szerintem alapvetően csak kint járkál a komfortzónából. Nála ezt mondanám. Nekem, én benne ezt tisztelem a legjobban. Nyilván egy olyan hozzáállás tud az egy sportoló elsajátítani, egy olyan hivatást tudatot tud magáévá tenni, amit szerintem nagyon kevés dologgal gondolok itt arra, hogy például a jelen helyzet ez kifejezetten jól modellezi ezt az egészet, hogy egy távoli cél van, és az se biztos, és egyébként egy sportoló mindig lapot húz 19-re. Nincs biztos. Az, hogy ezt mondhatom, hogy megélhetés terén sincs a sportból olyan, hogy biztos. A sportban mindig a most, a ma számít. A múlt, hát az régen volt, a jövő, az meg tuti nem. Szóval mindig csak a most számít. És ezen csak az a hivatás tudat vihet keresztül, hogy igazság szerint lemondasz, amiről kell, ha kell, akkor mindenről egy adott cél érdekében, aminek, hogyha számszerűsítjük az esélyeit, induló függvénye, de pár százalék az esély, hogy majd te leszel az, aki akarsz lenni. Úgyhogy én azt szoktam mondani, van egy nagyjából ide vág egy történet, és én ebből a sztoriból amúgy tök sokat merítettem így versenyekre, így hozzáállásban. Nekem van egy kutyusom, egy német vihász kutyusom, és neki volt bélcsavarodása, ami egy elég magas halálozási számmal rendelkező rettenet. És bevittük éjszaka a kórházba, és mondták, hogy nem emlékszem pontosan, 15% esélye van, hogy túléli, hogyha most megműtik, és hogy szeretnénk-e, mert hogy nyilván nincs ingyen is. Hát hogy ne szeretnénk, hát egy családtag. És nagy izgulva vártuk, hogy mi van, és túlélte. És ugye mai napig velünk van,
És mikor kicsit így lenyugodtak a kedélyek, akkor mondtam neki, meg a kutyával beszélgettem, hogy még milyen szerencsé, hogy te nem ismered a számokat, még nem tudtad, hogy neked ez nem szabadott volna sikerülnie. És ez az a hozzáállás, ami szerintem nekünk sportolóknak is segíthet, hogy a számok, az esélyek, a racionalitás nem mindig kell, hogy érdekeljen. Mert hogyha nem foglalkozok vele, akkor még a végén sikerül. Én nagyon sokáig elzárkóztam ettől, hogy nekem erre nincs szükségem, meg engem hagyjanak békén, majd én tudom, kicsit talán nagyképűen, de én egy éve igen járok pszichológushoz, én nagyon kedvelem, nagyon szeretem, és én úgy gondolom, hogy tőle nagyon sokat tudtam tanulni, és ez a mentalitás részben az ő érdemei szerintem, amit így magamévá tudtam tenni. Amit én nagyon szeretek, az a vizualizáció. Én azt korábban is csinálgattam, de fogam sem volt róla, hogy ez az. Szóval én ezt úgy kezdtem el, még nem tudatosan, hogy zenét hallgattam, hazafelé van, és akkor elképzeltem a hétvégi versenyt, hogy nyilván mekkora király leszek. És miután az Iris-szel ezt tisztáztuk, hogy ez egy létező technika, és ráadásul nagyon hasznos is, így még előszeretettel használtam. Ez ugye abba segít, hogy elképzeljük azokat a szituációkat, magát a környezetet, egy csomó aspektusát a versenynek, amivel számolunk, és hát igyekszünk nyilván pozitív végkimenetellel elképzelni ezt az egészet. Ez kicsit legalábbis az én vállamról levette a terhet, úgymond már megéltem egy kis sikerélményt fejbe, mentálisan így képzeletbe. Ez nekem roppant sokat szokott segíteni. Tőlem rég nem látott formát tudtam elérni egyébként így ezekben az időkben. Ez nem is feltétlenül a Grand Slamre mondanám, hanem a későn megrendezésre kerülő 23-as Európa bajnokságra, ahol sikerült is ötödiknek legyek. Ott tudtam úgy judózni, egyébként egy hát relatív nagyobb sérüléssel, amit nem gondoltam volna, hogy így ilyen íve lesz ennek az egész évnek, mert elég teszetosz a judóm volt egy ideje, így őszintén megmondva, és valahogy kikerekedett az egész. És én ezt visszavezetném oda, hogy mentálisan ez a löketet, amit kaptam ettől a Covid helyzettől, vagyis nem is igazán a Covid helyzettől, hanem a megüresedett időtől. Szerintem nekem ez nagyon kellett, és én abszolút a saját oldalamra tudtam állítani ezt a helyzetet. Még mindig nem olyan könnyű számolni, mert a verseny megrendezések még mindig eléggé hektikusak, hol vannak, hol nincsenek, de én az év végére tűznék ki egy célt, nekem nagyon sok ötödik helyen van, és nálunk úgy néz ki a dobogó, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy első, második, két harmadik és két ötödik, szóval egy mintha kvázi egy futásban negyedik helyezett lennék, épp hogy lemaradok a dobogóról, ami nekem elég nagy szívfájdalmam, meg már nyilván úgy érzi az ember, hogy már nagyon megérdemelni. Szeretném ezt a kis falat áttörni az 23-as Európa-bajnokságon, amin még elindulhatok, és dobogóra állni. Ezt tűzném ki a legfontosabb célnak idénre.